bele a kártyákba, mit üzennek nektek. Nézzük, milyen fordulások lesznek itt te Elhoztam most a tarókártyáimat. Koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok. Valójában, mit kell, hogy tudjatok, és tudjatok, hogy ti, én intuitív rakom a kártyákat, és nem pedig, hogy hogy kell, meg mint kell, hanem úgy, ahogy most Pont én nekem bejön. És az égiek tényleg a kártyákon keresztül üzennek, vagy a kártyák üzennek neked valamit, de mégis kérlek, hogy úgy gondold, hogy ez csak egy útmutatás, nem biztos, hogy pont terád megfelel, vagy pont terád jellemzetes mert hát nagyon sokan követtek már, és hogyha egyéni témád van, akkor mindig egy egyéni megnézéssel, vagy egy kártyavetéssel tudsz feleleteket, olyan igazi feleleteket kapni a kérdésedre. Hát én úgy látom, hogy hát lesznek itten esélyek, úgy látom, nagy lendület bejön itten, és én úgy látom, tényleg úgy látom itten, hogy hát újra esély, hogy ez valójában ebből egy kapcsolat lehessen. De valójában mit látok én? Azt látom itten, hogy még az egyik vagy a másik nagyon hiányba van. Nagyon sajnálja lehet önmagát. És az is játszik itt egy szerepet, hogy eztet kell, hogy elengedjétek, hogy tényleg ilyen, ilyen feldobottak legyetek, hogy ezt elengedjétek teljesen, és hogy ebből a hiányból kimenjetek. Nekem az jön be, hogy itt még elég sok hiányérzet van. Hát itt lesznek változások, még hozzá létrejöhetnek, és én úgy gondolom, hogy a függőség, függőségekből kell, hogy felszabaduljatok. Most ki van valami függőség helyzetben? Vagy te, vagy pedig érzelmi függőség, vagy pénzileg vagy függő valakitől, valamitől, vagy nem valami ilyen dolog lehet itten. És ez teljesen leterhel. Amikor függünk valamitől, akkor az, az tényleg elhúzza az energiát, és akkor hát lehet, hogy függsz a munkaadótól, függsz a pénztől, hogy hogy tudod kifizetni a, a következő béredet, vagy ilyen dolgok is lehetnek. Szóval szerintem az is játszik egy szerepet, hogy ilyen hosszú téren ilyen hiányzik a motiváció. Szóval vagy az egyik, vagy a másik itt közöttetek eddig nem látott kilátást. És én azt látom itt valójában, hogy most ennek, ennek a nem látott kilátásnak vége fog lenni, meg ennek a nagyon nagy csalódásnak, ez a nagyon nagy szerelmi csalódás, ez a nagyon nagy megbántás, ami itt van közöttetek, ez a sírelem, az olyan, amikor befúr ez a három kard a szívedbe. Szóval ezt, hogyha úgy teljesen elengeded, akkor nagyon jó lesz minden, úgy gondolom. És én azt látom tényleg, hogy Hát igen, hogy, hogy az univerzium, vagy az égiek oda fognak vezetni, aminek létre kell, hogy jöjjön, és itt van neked az Botok királya. Az azt jelenti, hogy ő lehet, hogy egy nagyon szenvedélyes egyéniség, és nagyon energetikailag egy nagyon nagy lendületet hoz ő a te életedbe. Szerintem, ő róla van a szó, hogy ő ilyen hirtelen valamit változtatott az életedben, egy ilyen nagyon nagy lendülettel. És az téged tényleg az uralkodó nővé tett. Hogy te megtaláltad önmagadat, és hogy annyira ez feldobott tégedet, úgy gondolom, és azt gondolom, hogy a sors is így akarta, hogy fejlődj egy nagyot, hogy beindulj egy nagyot, és hogy letisztáz magaddal tényleg ezeket a dolgokat szószoros értelemben, és te leszel itt a győztes, teljesen te leszel itt a győztes, én úgy gondolom, és azt gondolom, hogy de valaminek össze kell, hogy dőljön, hogy össze kell, hogy törjön valami. Hát de miért is? Hát szerintem azért kell, hogy összedőljön, hogy, hogy ez a változás, ez az esélyt meg tud élni. Én úgy látom, hogy itt még be vagy valahogy ragadva, és így nem, nem jössz ki ebből az egészből, mert most még úgy látom, hogy nálad is egy ilyen kényszer, kényszer, pihenés van. Az azt jelenti, hogy hiába akarsz te fejlődni, valahogy úgy nem jönnek be a dolgok, és én azt látom itt, ha nem jönnek be a dolgok, nincs az adás és a kapás még egyensúlyba. Itt még valamit ki kell, hogy egyenlítsetek. És én azt is látom az akasztott emberrel, hogy ha valójában az akasztott ember azt szimbolizálja valójában, hogy hát minden elég a fejénnál, és itt van tényleg, hogy hát az érzéseket kell tényleg elsőbb, hogy megengedje te is, és akkor ő is meg fogja ezeket az érzéseket engedni, és akkor ki tudtok ebből a stagnált helyzetből jönni. Szóval lesznek változások, igen, de már nézd, de itt is van. Lehet, hogy már az is játszik szerepet, a teli hold. Mert 5-én lesz a teli hold, méghozzá az oroszlányban, és akkor itt lesznek ilyen nagyon nagy lendületek, és itt az egész világ nyitva van. Az mit jelent? Az egész világ nyitva áll, az azt jelenti, hogy minden létre fog jönni, és itt megvannak a nagyon jó esélyek is arra rá, hogy legyen itt változás, legyen itt fejlődés. És ez a visszavonulás, úgyhogy lehet, hogy ő is magába vonult ez az ember, én úgy látom, hogy lehet, hogy fél, vagy úgy kapaszkodik úgy teljesen valamibe, hogy úgy szeretne valamit úgy létrehozni, és hát egy kicsit ilyen hidegnek tűnik lehet, úgy gondolod neked, hogy hát olyan elég hideg, nem, nyitja ki a szívét, vagy olyan nagyon úgy a fejével dönti a dolgokat, lehet egós, úgy gondolod. És ez tesz neked ilyen fejtörést, és ezt úgy nem tudod úgy teljesen elfogadni, ha bár te vagy neki itt a kejhek királynője. Hát most nézzünk bele a szerelmi kártyákba, hogy mit is üzennek a szerelmi kártyák. Nézzünk csak bele. Hát hetet fogunk változtatni. Hú, hát ez neked tényleg az igazi szerelem, és neked tényleg ez úgy feldob tégedet, eléred a csúcspontodat szószoros értelemben, és én úgy látom, hogy amikor rágondolsz, hogy gyere ide, akkor ez itt ilyen nagyon jó energiát ad neked, de, de most valamely, valamelyik közöttetek ilyen távolságtartó, igen. És Valójában ő téged nagyon kedvelő, nagyon bírt tégedet. Tökéletesen, úgy látom, és csak nincsen neki elég önszeretete, önbizalma, szerintem az játszik egy szerepet. És fél attól is, hogy, hogy valaki valakit kihasznál, vagy te őtet, vagy ő őt tégedet, de a nyitja ennek az egésznek úgy fog történni, hogyha úgy egymás iránt úgy úgy szaladtok, hogy, hogy befogadjátok egymást, az egyik a másikat, is. azt mondjátok, hogy hát gyere ide, hű de jó kirakás, ez volt tényleg, ez a változás pont jó lesz neked, mert lesz egy nagy lendülettel közeledik majd hozzád, nézd csak. És ez volt a, a, havi utolsó napja, a hónap utolsó napja január, és most nagyon érdekel, hogy hogy alakul ez februárba közöttetek. Köszönöm nektek, sok szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok, sziasztok!